Köszöntöm Önöket, Hírháttér című műsorunkat látják. Mai két vendégem Kocsisné Balassa Gyöngyi, Német Nemzetiségi Önkormányzatnak a vezetője, a Móra iskola fenntartója tulajdonképpen, és dr. Mag Zoltán, az iskola igazgatója. Elkezdődött a szeptember, az új tanév, de mint egy úgymond nem állami intézmény, jóval nagyobb mozgástere volt idén is az iskolának. Milyen változások történtek a nyáron, amíg nem volt iskola? Így van. A nyári szünet ideje alatt többfajta felújítást végeztünk, többfajta beszerzés történt. Talán ami a leglátványosabb, az az iskola külső homlokzatán érzékelhető, hiszen minden tanteremre olyan árnyékoló rendszer, zsalúzia került, ami nagyon fontos abból a szempontból, hogy panelépületről van szó, és tanév elején, szeptemberben, októberben, illetve májusban, júniusban szinte elhetetlenül a tanítás, hiszen annyira meleg volt ezekben a termekben. Kipróbáltuk egy iskola részen, és úgy tűnik, hogy ez nagyon jól működik, tehát akkor valóban a tanulók, tanárok hőérzete ezekben a meleg időszakokban azt hiszem, hogy ezentúl már jó lesz és megfelelő lesz. Ez anyagilag is viszonylag nagy értékű beruházás volt. A másik, amit talán kevésbé ismernek a városlakók, hogy az iskolának van egy tanmedencéje is. Ez 44 évvel ezelőtt készült, és nagyon leromlott állapotban volt. Tehát egy igazi nagy felújítás még, ami az épületen belül volt, ez a uszodára vonatkozik. Az önkormányzatnál fogalmazódnak meg ezek az igények, vagy az iskola jelzi, hogy milyen beruházásokra kellene költeni, és egyáltalán mit szóltak ehhez, amikor az igények kiderültek? Hát mivel én is az iskolában dolgozok, tehát én is tapasztalom, hogy ott mire lenne azért szükség, de az igazgatóra, illetve a tantestülettel ezt természetesen megbeszéljük. Ők jelzik, hogy mire lenne szükségük, akkor az önkormányzatunk összeül, megbeszéljük, és határozatokat hozunk annak rendje, módja szerint, de teljes az összhang közöttünk, és nagyon jó az együttműködés. Mekkora a mozgástere az önkormányzatnak ilyen téren, mint fenntartó? Tehát bármennyit elkölthet az iskolára? Hát azért bármennyit nem, tehát nekünk is a kezünk megvan fogva. Amennyi pénzt kapunk az iskolának a működésre, azt természetesen mind az iskolára költjük, tehát amennyi az igény, eddig igényeket mindig maximálisan ki tudtuk elégíteni. A tanmedence kapcsán olvastam tényleg, hogy egy olyan igényt elégített ki, ami gyakorlatilag 4 évtizedes múltra nyúlik vissza, tehát rengeteg, több ezer ember tanult meg ott úszni. Most ez hogyan illeszkedik mondjuk a város úszás oktatásába, a medence, mik azok, amik megújultak, hogyan néz ki ez most, vagy hogyan terveztek ezt a jövőben? Nagyon érdekes terület az úszoda, az iskolához tartozó létesítmény, hiszen mindig is a mi iskolánkon kívül a város összes iskolájának, illetve a város környéki tanulóknak az úszás oktatását segítette. Azt is hozzá kell tenni, hogy viszonylag költséges műfajról van szó. Akkor, amikor a fenntartóváltás történt, első változatban úgy szerettük volna kérni, hogy az úszoda ne tartozzon hozzánk. Az engedélyek végül is aztán úgy születtek meg, hogy az úszodával együtt engedélyezték, tehát annak ellenére, hogy az iskola a német nemzetiség ügye iránt elkötelezett, ennek ellenére egy másik profilunk is van, a város és város környékének a tanúszodai biztosítása, tanulóinak az úszás oktatását biztosítanunk kell, és hát ennek próbálunk eleget tenni. Egyrészt a saját oktatóink is panaszkodtak, hogy nagyon ráférne az úszodára a felújítás, nagyon jelentős terembérlő igény is van, és hát így viszonylag magas terembérleti díj ellenében úgy éreztük, hogy akkor egy színvonalas körülményeket kell biztosítani a bérlők számára, de természetesen az összes tanuló számára is. A tavalyi tanév végén adtak át egy nemzetiségi szobát az iskolában. Mi az önkormányzat tapasztalata, mik a visszajelzések, érdekli a gyerekeket, esetleg külső látogatókat? Hát régi vágyunk teljesült ezzel, hogy lett egy olyan helyem, terem, egy olyan helység, ami a német nemzetiségnek az terme, szobája, és ahol bemutathatjuk a városunkban élő hagyományokat, illetve a kis gyűjtemény alakult ki, ami a német nemzetiségnek mindennapjait mutatja a gyerekeknek. Hát nagyon-nagyon jó a visszhangja, az iskolában főleg nagyon ki tudjuk használni, hisz a német népismereti órákat most már itt tartjuk, minden osztály bekerül ide,
és nagyon jó hasznát veszük a digitális táblának, ahol még az élő kitelepítettek, tehát a visszatért kitelepítettek mesélik el, hogy ők gyerekként, fiatalként hogyan élték meg ezt az egészet, tehát szinte élőtért történelemkönyve tudunk a gyerekeknek nyújtani, és hát ők ott vannak, és egyre bővítjük ezt a gyűjteményünket, egyre szépítjük, nagyon-nagyon örülünk, hogy ez van. Természetesen nem csak a mi iskolánk tanulói élvezhetik ezt, és ismerhetik meg, hanem a város lakóit is szeretettel várjuk, majd még előre meg nem határozott időpontokban lehetőséget nyújtunk mindenkinek, hogy ezt megtekintsék, illetve más iskolák tanulóit is sok szeretettel várjuk. Szeptember jellemzően az iskolakezdések hónapja is volt a Mórában. Mik a tapasztalatok? Mennyi évfolyam, vagy mennyi osztály indult? És... A hagyományoknak megfelelően évfolyamonként 3 osztály, egy kivétellel egy helyen 4 osztály van. Az osztálylétszámaink azt hiszem, hogy most már nagyon gyermekközpontúak, eddig gyakran 30-30 fölötti létszámok voltak, az alsó tagozatban 25 körüli az osztálylétszám, ez azt hiszem nagyon ideális a gyerekek számára, a pedagógus számára is, hiszen megfelelő módon tud foglalkozni minden egyes tanulóval. Felső tagozatban egy picit 5.-6. még magasabbak a létszámok, hiszen hozzánk tartozik a Mária Kálnoki iskola alsó tagozata is, és amikor ők 4. korukban végeznek, az ott végző 15-20 gyerek közül a fele mondjuk hozzánk jön, tehát akkor a 4. osztályokba becsatlakoznak a Mária Kálnokiak, és így azért már megközelítjük majdnem a 30 körüli létszámot 5.-6. Hatodikban a tendencia, hogy azért jó néhányan elmennek más középiskolába, akár Győrbe, akár a helyi középiskolákba, ahol van 6 osztályos képzés, és 7.-8. ismét egy nagyon optimális létszám a jellemző. Én azt hiszem, hogy a diákok, akik visszaérkeztek az iskolába, felfedezték azt a sok újítást, ami az említett dolgokon kívül még megtörtént. Néhányat ezek közül talán mondanék, az a tornatermi öltözők, azt hiszem, hogy nagyon színvonalasan és európai szintű módon kicserélődtek az ottani bútorok, az öltöző berendezések, a meszelés a legtöbb helyen ismét megtörtént, festések, a tantermekben műpadló, új padozatcsere történt, új bútorok is érkeztek, úgyhogy azt hiszem, hogy tényleg nagyon sok új dolgot fedezhetnek fel. Van valamilyen elvárás az önkormányzatnak, hogy hány diáknak kell jelentkeznie, azt, hogy mire kell mondjuk még majd a fejlesztési hangsúlyokat oda tenni, ilyenekről szoktok-e beszélgetni előre? Hát, hogy hány diák jelentkezik, minden egyes diáknak örülünk, minden kicsi gyereknek örülünk, aki a mi iskolánkba iratkozik be, és a szüleik a mi iskolánkat választják. Hát hála Istennek tanulóhiányban nincs gondunk, tehát nagyon sokan szeretnének nálunk tanulni, hiszen a német nyelv egy óriási nagy vonzerő. A beszerzéseknél hát minden évben van valami, ugye, ami azért hiába van, sok minden hiába újul meg, szinte minden, mégis mindig tudunk valamit találni, amire szükség van, és akkor az igazgatóval, illetve a tantestület tagjainak a jelzése alapján próbáljuk az igényeket kielégíteni és beszerezni azt, ami kell, vagy illetve felújítani. Nem tudom, hogy tudunk-e addig beszélgetni így tévé keretein keresztül, hogy októberben választások lesznek, ugye nemzetiség önkormányzat is változtunk, vagy választanak. Ez befolyásolja az iskola működését bármilyen szinten? Hát szeretnénk, hogyha megint lenne Mosonmagyaróváron német nemzetiségi önkormányzat, és hát természetesen az iskolának a fenntartója a német nemzetiségi önkormányzat, tehát kell, hogy legyünk, mert ugye kell, hogy legyen az iskola is, tehát szerintem ez azért menni fog. Neked milyen tervei vannak még azzal kapcsolatban, hogy mi az, amit mindenféleképpen szeretnél elérni? Még egy gondolat a választásokkal kapcsolatban. Valóban így van, hogyha nincs nemzetiségi önkormányzat, akkor nincs fenntartója az iskolának, tehát ez egy közös érdek. Éppen ezt a szülőket arra biztatjuk, hogy aki még nem jelentkezett a nemzetiségi névjegyzékbe, vetesse fel magát és vegyen részt a helyi választásokon, a nemzetiségi választásokon.
Tervek természetesen hosszú távra vannak, szó volt itt a gyermeklétszámról. Nagyon kevés lehetőség van az iskola bővítésére, de azért ezen gondolkodunk. Két olyan belső udvar van, amelyet tetőrészsel tudnánk ellátni, és akkor igazából a testnevelés órák tartására is alkalmas lenne ez a terület, illetve a tornaterem tetőterének a beépítésével kb. 6 tanterem vagy 6 kis foglalkoztató terem alakulhatna ki. Hát ezen jár az eszünk, ezen töprengünk, hogy vajon hogyan lehetne ezt megvalósítani. Reméljük, hogy hamarosan ezekről a dolgokról is be tudunk majd számolni. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Dr. Mag Zoltán és Kocsisné Balassa Gyöngyi volt a vendégünk a Móra iskolából, illetve a Német Nemzetiségi Önkormányzat részéről is egyben. Köszönöm, hogy bennünket választottak, kollégáim nevében búcsúzom, viszontlátásra!